Sziasztok! Én Darulci Sándor vagyok, az ELTE-n tanulok matematikus szakon, és most ebben a videóban a Thales-tételről fogunk beszélni, bebizonyítjuk magát a Thales-tételt is, illetve a Thales-tételnek a megfordítását is. És ugye a Thales-tétel azt mondja ki, hogy ott egy olyan körvonal, aminek az AB szakasz az átmérője, tehát a körközépontja az éppen itt rekszik a mezőpontban, és adott a körvonalnak egy harmadik C pontja, ami különbözik az A-tól és a B-től is, akkor a kapott háromszög, az derékszögű háromszög lesz, pontosabban itt a C-nél jelentő szög, az éppen derékszög lesz. Akkor most bebizonyítjuk a Thales-tételt. Ugye erre még nem tudjuk, hogy derékszög, azt szeretnénk bebizonyítani, csak adott ez a körvonal, átmérő és rajta egy pont. Tegyük meg azt, hogy a C pontot kössük össze az O ponttal, és mondjuk azt, hogy a körsugara az kisebb hosszúságú. Most az AO, az persze a AO távolság, az persze a körsugarával egyezik meg, úgy szintén az OB, úgy szintén az OC, ezek kisebb távolságok. Tehát, ha eljelöljük az A csúcsán levő szöget alfával, a B csúcsán levő szöget pedig bétával, akkor észrevehetjük azt, hogy itt egyenlőszálú háromszögöket kaptunk. Az AOC háromszög az azért lesz egyenlőszálú háromszög, mert az AO távolság az egyenlő az OC távolsággal, de mivel egyenlőszálú háromszög, ezért az alapon fekvő szögeik megegyeznek. A másik alapon fekvő szög az éppen ez a szög, ennek a nagysága is alfa lesz. Ugyanezt el tudjuk játszani az OBC háromszöggel is. Itt is ugye az OB és az OC szakasz hossza megegyezik, tehát akkor a két alapon fekvő szög, beta, meg ez a másik szög, ez meg fog egyezni, tehát ennek a szögnek a nagysága is beta lesz. Viszont most gyakorlatilag az ABC háromszög szögeit egyenként meg tudtuk határozni. Ugye az egyik szöge az alfa, másik szöge beta, és van egy alfa plusz beta nagyságú szöge is. És ugye ismeretes, hogy háromszög belső szögének összege az mindig 180 fok, és azt fel tudjuk írni erre a háromszögre. Az egyik szöge alfa, másik szöge beta, a harmadik pedig alfa plusz beta, és ezeknek az összege 180 fok. Na most, ha megfigyeljük, akkor itt alfa plusz beta az kétszer szerepel, tehát ezt átfoghatjuk úgy, hogy kétszer alfa plusz beta. És most az egyenletet leoszthatjuk kettővel, ebből azt adjuk meg, hogy alfa plusz beta az 90 fok. Na de, alfa plusz beta az éppen az ACB szög volt, amiről nekünk be kellett látnunk, hogy derékszög. És hoppá, itt van, beláttuk, ez a szög derékszög, és ezzel igazoltuk a Thales-tételt is. Most a Thales-tételnek a megfordítása következik. Ugye a megfordítás az azt mondja ki, sokféle megfogalmazása van egyébként a megfordításra, mi most azzal a megfogalmazásra fog foglalkozni, mit szól, de van egy derékszögű háromszögünk, oldalai szokásosan ABC, akkor itt a csúcsán ABC, akkor a derékszögű háromszög köré egy olyan kör írható, amelynek a középpontja éppen az átfogónak a terezőpontja lesz. Ez az O-pont. Tehát egy ilyen körérható köre van ennek a háromszögnek. Na, és akkor ezt hogy tudjuk bizonyítani? Ezt is szeretnénk bizonyítani. Egy külön ábrán fel fogom venni még egyszer ezt a derékszögű háromszöget. Ez itt legyen nekünk szemléltetésképpen. Ugye ez egy B volt, ez A volt. C, A, B, U. Most az lesz a metódus, hogy az O pontra fogunk tükrözni, középpontos tükrözéssel, méghozzá a C pontot. Ugye ezt úgy tesszük meg, hogy a C-n és az O-n keresztül húzunk egy egyenest, és erre az egyenesre, a másik oldalra felmérjük az OC távolságot, kapunk valahol egy C vesző pontot. Na, összekötjük a B-t is C vesszőt is az A-t, és hogy kaptunk egy négyszöget, még kicsit deformáltnak tűnik az én interpretációban, de egyébként ez egy T-alap lesz, és ezt most be is fogjuk bizonyítani, méghozzá úgy, hogy ha megfigyeljük, akkor az O pont
az a B-nek és az A-nak állítása szerint a fele szűkpontja volt. Tehát ez a hossz itt C per 2, a B és az O távolság, illetve az O és az A távolság is C per 2. Tehát ez az O, ez az A-nak a fele szűkpontja lesz. Na most, itt nem csak ez fog teljesülni, hanem igaz lesz, hogy a C C-vesző szakasznak is fele szűkpontja lesz ez az O pont. Tehát igaz lesz, hogy ennek az ACDC vesző négyszögnek az átrói azok felezik egymást. Nos, ugye téglalapban az átrók azok felezik egymást, és a hosszok megegyezik, és ez egy elégséges feltétel arra, hogy egy négyszög téglalap legyen. Tehát elegendő azt igazolnunk, hogy ez a BA és ez a CC vesző távolságok ezek megegyeznek, vagy pedig azt is igazolhatjuk, ami sokkal könnyebb lesz számunkra, hogy ennek a négyszögnek szögei mind derékszögek lesznek, ugyanis ekkor már teljesülni fog, hogy ez egy téglalap lesz. És ezt úgy fogjuk igazolni, hogy ez a szög itt, ezt eljelöljük alfával, ezt egy kicsit átírom, eljelöljük bétával, ez is itt alfa lesz, ugye a tükrözés miatt a középpontos tükrözés az nyilván szögmértékig tartó, ami azt jelenti, hogy szögnek a tükörképe az ugyanolyan nagyságú lesz, ennek a szögszárnak, ennek az alfa által meghatározott szögnek a tükörképe éppen ez lesz, ez pedig szintén alfa nagyságú lesz, ugyanígy ez szintén beta nagyságú lesz. És akkor persze ismét eljátszhatjuk azt, hogy itt az alfának, a bétának az összege 90 fok lesz, ugyanis még egy derékszöggel együtt ki kell adniuk a 180 fokot, a belső szöget összegét. Tehát az alfa meg a béta együtt 90 fok, de itt is együtt szerepel az alfa meg a béta, tehát ez a nagyszög, ez is derékszög lesz, azaz maga ez a négyszög is egy téglalap lesz. És ugye, ahogy elmondtam, tudjuk a téglalapokról, hogy az átróik azok felezik egymást, és ugyanolyan hosszúak, tehát nem csak ennek a hossza lesz C, nem csak az AB szakasz hossza lesz C, hanem a CC vesző szakasz hossza is az lesz, tehát a CO mindenek a szakasznak a fele, C per 2 hosszú, ez is így C per 2 hosszú, tehát még egyszer egy kicsit nagyobb rajzolom, akkor azt igazoltuk, hogy ez egy C per 2, C per 2, C per 2. Akkor itt azt igazoltuk, hogy ez a három szakasz, ez megegyező hosszúságú. Tehát ha ebből az O pontból felmérünk egy C per 2 sugarú kört, akkor persze a kör át fog menni B-n is, át fog menni C-n is, és át fog menni A-n is. Sőt, ezen a ponton is át fog menni, de az most nem nagyon fontos, mivel ezek a pontok nem egy C per 2 távolságra van úton. Ezzel pedig találtunk egy olyan kört, ami éppen körülért vele az ABC háromszögnek középpontja, az átfogó felező pontja, és ezt szeretjük volna igazolni. Köszönöm szépen a figyelmet!